Életre szóló barátságok, szerelem, önbizalom, vidámság. Főként ezeket a válaszokat adták az öreg diákok arra a kérdésre válaszolva, hogy mit adott számukra a drámatagozat. Ezt a kérdést Demarcsek Zsuzsa drámapedagógus tette fel azon a találkozón, amelyet a nagykálói Korányi Frigyes Gimnázium drámatagozaton végzettjeinek szerveztek. A programra közel 40 diák érkezett az elmúlt években érettségizettektől, egészen a 98-as évfolyamon végzettekig. A szervezők elmondták, már korábban is szerettek volna életre hívni egy ilyen találkozót, hiszen a drámatagozat fennállása óta még csak egyszer volt hasonló esemény. Nagyon-nagyon-nagyon régen szerettük volna megszervezni ezt a nagy-nagy találkozót. Tavaly már tettünk egy kísérletet rá, évvégére meghívtuk az előadásainkra a régi drámásokat, és az nem volt egy igazán alkalmas időpont, ezért újra próbálkoztunk, és Menner Mónika volt a főszervező ennek a mai napnak, aki nagyon ügyesen a Facebook oldalakon felkutatott sok-sok régi kedves drámást, kedves ismerőst, és hát úgy tűnik, hogy nagyon nagy igény volt rá, és több mint 40 fő jelentkezett, hogy szeretne találkozni, szeretne egy kicsit emlékezni, szeretne egy kicsit beszélgetni, jól érezni magát itt a régi-régi falak között. Úgyhogy most tulajdonképpen, hogy megérkeztek, gyorsan mindenki szétrebbent, megkeresni a régi tablóját, járkálni egy kicsit a folyosókon, emlékezni a diákévekre, és hát ez egy nagyon izgalmas időutazás számomra is, meg azt gondolom, hogy számukra is, mert jó látni azokat a régi arcokat, akikkel együtt dolgoztunk, együtt nevettünk, együtt készültünk, fesztiváloztunk, buliztunk, műsorokat adtunk, előadásokat készítettünk, és hát most döbbenet, hogy mindenki felnőtt, férfi és nő, több gyermekes családanya, szóval egy izgalmas időutazás és egy nagy kaland a mai nap. Voltak, akik egy kis műsorral is készültek a drámás találkozó alkalmából, hiszen mint ahogyan az eseményen többször is elhangzott, valamennyien a mai napig életük szerves részének tekintik a színjátszást, még azok is, akik végül nem színházi pályán helyezkedtek el. A drámás találkozón a régi diákok felidézték a gimnazista éveket, régi fényképeket vetítettek, valamint a tánc és a zene sem maradhatott ki a programok közül. Az öreg diákok elmondták, a legszebb diákéveiket köszönhetik a Korányi Frigyes Gimnázium drámatagozatának, és szívesen térnek vissza a régi iskolájukba. Szerencsésnek mondhatom magam, mert nem csak most van módom találkozni a többiekkel, hanem folyamatosan, hál' Istennek. Talán azért is, mert szerintem Zsuzsa már biztosan említette előttem, hogy mi olyan vagyunk, mint egy nagy család. Ez azt jelenti, hogy hiába megyünk el, tartjuk a kapcsolatot. Vagy így, vagy úgy, de valahogy mindig értesülünk arról, hogy mi történik a másikkal. A másik dolog pedig az, hogy nem nagyon szakadtam el a drámatagozattól, hiszen a céljaim között szerepel, hogy drámapedagógus legyek, és jelenleg is itt az első osztályosoknál segítek, mint segédtanár. Tehát mint a tanárokkal, mint több diákkal is folyamatos kapcsolatban vagyok. Hogy milyen érzés itt lenni, nekem mindig nagyon jó. Valószínűleg azért, mert csodálatos 4 év volt itt a gimnáziumban eltöltött éveim. Mindig nagyon pozitívan emlékszek rá, és nagyon-nagyon szívesen jöttem ide-vissza most is. Nosztalgiázással és vidámsággal telt a Korányi Frigyes Gimnáziumban megrendezett drámás találkozó. A szervezők elmondták, szeretnének a jövőben is életre hívni ehhez hasonló rendezvényeket.